További lazítások következnek, elérheti a 4 milliót a beoltottak száma. Bringázzunk együtt. Kiderült, kik nyerték a Békés Csabai Médiacentrum kerékpáros kvízjátékainak díjait. Visszatérhetünk a régi kerékvágásba. Az egyházak megnyitják kapuikat a templom látogatók előtt. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Pénteken várhatóan eléri az oltottak száma a 4 millió főt, ez pedig azt jelenti, hogy további enyhítések következnek. Így például az oltási igazolvánnyal rendelkezők előtt több szabadidős és szórakozási lehetőség nyílik meg. A kormány megnyugtatónak találja az oltással kapcsolatos hazai helyzetet, fogalmazott a szerdai kormányülést követő csütörtöki kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, pénteken elérhetjük a 4 millió beoltottat, ennek tükrében újabb kormányzati döntések születhetnek. A 4 millió beoltott utáni enyhítések eredményeképpen a kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul, a vásárlás este 11 óráig lesz lehetséges, a védettek és kiskorú gyermekeik számára a vendéglátóhelyek belső terei is megnyílnak, a védettek és gyermekeik szállodákba is mehetnek, a novemberben bezárt szabadidős létesítményeket újra lehet látogatni, például az állatkert, múzeumokat, színházakat és mozikat. Edzőtermekbe csak védettek, versenyszerűen sportolók mehetnek. Továbbá a védettek és gyermekeik számára a sportrendezvények látogathatók. A védett személyeknek és kiskorú gyermekeiknek nem kell maszkot viselniük a kulturális és sportrendezvényeken. Gulyás Gergely azt is elmondta, Magyarország azért halad a nyitásban gyorsabban, mint Európa más országai, mert nálunk az oltottak száma lényegesen magasabb. Kiemelte, hogy csak akkor akadályozhatjuk meg egy negyedik hullám kirobbanását, ha betartjuk a szabályokat és elfogadjuk, hogy a védettséggel rendelkezők léphetnek be a korábban említett helyekre. Ezért szigorú szabályokat fogunk életbe léptetni. Ez részben vonatkozik a büntetőtörvénykönyv módosítására. Jelenlegi szándékaink szerint a közokirat hamisításnak lesz egy minősített esete, ami a védettségigazolvány hamisítását vagy hamis védettségigazolvány bemutatását jelenti, és a helyiség üzemeltetőjének és a szolgáltás nyújtójának a felelősségét is szigorúan szabályozzuk. Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában elmondta, korábban az izolációval védekeztünk, de most a vakcinán a sor, amelyet golyóálló mellényhez hasonlított. Rámutatott, hogy most még felelősen kell gondolkodni, mert nincs mindenki beoltva, vagyis még vannak fertőzőképesek a lakosságban, ezért a szabályokat be kell tartani. Kinyitjuk például a szállodákat. Ugye azok csak védettségi igazolvánnyal vehetők igénybe. Tudtuk, hogy erről majd lesz valamilyen vita, ezért az utolsó nemzeti konzultációban, amelyet az újraindításról rendeztünk, vagy szerveztünk, meg is kérdeztük az embereket erről. Ott 65% azt mondta, hogy ezt a különbségtételt indokolt megtenni. Ráadásul most már a nagykorúakat figyelembe véve többen vannak a védett emberek, mint a nem védett emberek, tehát a többséghez kell inkább igazodnunk, és nem a kisebbséghez. Jövő héten pénteken a Békés Csabai Előre NKS-e és a Fehérvár KC NB1-es kézilabda mérkőzésén akár már lehetnek nézők a városi sportcsarnokban, de a klub egyelőre a hazai szövetség állásfoglalására és a pontos szabályokra vár. A Békés Csaba 1912 Előre NB2-es csapata vasárnap Siófokon szerepel. A rendező klub már úgy készül, hogy az összecsapáson lehetnek drukkerek. A lelátón. A Lilák május 9-én a Szolnokot fogadják. A Csabai Egyesület is azt tervezi, hogy a szurkolók már a helyszínen bíztathatják csapatukat a szezon utolsó hazai mérkőzésén. A gazdaság újraindítási akcióterv részeként fogadta el az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely szerint 2022. januárjától a 25 év alatti munkavállalóknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ez a fiataloknak átlagosan havi szinten 40 000, éves szinten pedig 500 000 forint pluszt jelent.
130-150 milliárd forintba fog ez körülbelül kerülni, de fontosnak érzem, hogy a nyugdíjasok után a fiatalok is kapjanak egy komoly lehetőséget. Még január közepén jelentette be Orbán Viktor az intézkedést a Kossuth Rádióban. A kormányfő elmondta, a mentesség a 25 év alatti munkavállalók számára a bruttó átlagkereslet szintjéig érvényes. A családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdán közösségi oldalán tette közzé, hogy az intézkedés közel 1 millió 15 és 25 év közötti fiatalt érinthet. 25 év alatti fiataloknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett és egyéb jövedelmeik után. Tehát így könnyebbé válik számukra az önálló életkezdés. Ez akár 1 millió fiatalt is érinthet 15 és 25 év között. Ráadásul van egy olyan könnyebbség is, hogyha egy 25 év alatti házas pár szeretne élni a házassági adókedvezmény lehetőségével, de ugye ezt nem tudná majd megtenni a személyi jövedelemadó mentesség miatt, akkor nekik akkor indul a házassági adókedvezmény, amikor egyikük betölti a 25. életévét. Herceg Tamás országgyűlési képviselő elmondta, hogy a parlament azért hozta meg a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentességét, hogy a pályakezdőket a munkavállalásban és a fiatalokat a családalapításban segítsék. Azért fontos ez a döntés, mert egyrészt nagyon sok embert érint. A Nemzeti Bank számításai szerint kb. 260 ezeren vannak azok, akik a mindennapokban munkavállalóként dolgoznak, és 1 millió fölé tehető azoknak a száma, azoknak a 16 és 25 év közöttieknek a száma, akik vagy őstervelőként, vagy diákmunkát végezve, vagy alkalmi munkát, nyári munkát végezve dolgoznak, és így valamivel több lehet a nettó jövedelmük. A törvényjavaslat szerint a 25 év alatti munkavállalóknál 2022. januárjától havi munkabérben jelentkezik majd az adókedvezmény. A KSH adatai szerint Békés megyében az intézkedés mintegy 20 ezer embert érinthet. Május 1-én is nyitva lesz a Békéscsabai piac, erősítette meg az információt kérdésünkre a Békéscsabai Vagyonkezelő ZRT vezérigazgatója. Kozma János elmondta, a munkaünnepén a Békéscsabai piac vásártere és csarnoka egyaránt nyitva tart, tekintettel arra, hogy vasárnap anyák napja lesz. Az árusok május 1-én 6 és 13 óra között szolgálhatják ki az érdeklődőket. Pünkösd vasárnapján és hétfőjén, azaz május 23-án és 24-én azonban a Csabai piac is zárva lesz majd. Ahogy arról már többször beszámoltunk, az elmúlt időszakban új kerékpárutak épültek a Szarvasi úton, a Tevanandor és az Ipari utcában, valamint a Szabolcs utcában is Békéscsabán. A projekthez kapcsolódóan a Békéscsabai Média Centrum kerékpáros tudáspróbát hirdetett, amely egy online és egy háromfordulós kvízjátékból állt. Izgatottan várakoztak a nyertesek, csütörtök délután a Békéscsabai Média Centrum kerékpáros kvízjátékainak díjátadóján. A sorsolás már kedden megtörtént, így mindenki csak arra várt, hogy megkaphassa a nyereményét. A behir.hu online tudáspróbáján külön kategóriába kerültek a 14 év alatti gyermekek és a felnőttek. Előbbieknél a 15 ezer forint értékű ajándékot Nit Petra, míg a kerékpárt Tóth Vivien nyerte meg. Anyukám mindig nézi a behírt, és ő mondta. Aztán kitöltöttük, és beküldtük. A felnőttek között a 15 ezer forint értékű ajándékcsomag esetén Veszelka Dániel nevét sorsoltuk ki, míg a kerékpárt Szabó Sándor kapta meg. Utóbbi nem tudott eljönni a díjátadóra, így párja vette át a nyeremény kerékpárt. Szerintem párom fogja használni, tehát végül is egy férfi bicikliről van szó, de tehát ettől függetlenül, mivel ő kapta ezt a nyereményt, akkor mindenképpen ő fogja majd használni. Szeretünk is biciklizni egyébként, úgyhogy mindenféleképpen ki lesz használva. Ezután a Csabai Mérlegben zajlott verseny nyertesei kapták meg a díjakat. A 15 ezer forint értékű ajándékcsomagot Szabó László és Kajó Renáta nyerte, míg a bringát Faragó István tolhatta haza. Hát elsősorban a kerékpárt szeretném volna megnyerni, mert még tegnap együtt eszembe, hogy még sose volt új biciklim végül is, hogy de most már lesz. A Békéscsabai Média Centrum ügyvezetője a díjátadón kiemelte, nem elég, hogy megépültek az új kerékpárutak a városban, azokat népszerűsíteni is kell, a két kvízjáték pedig ezt a célt is szolgálta. Ugye márciusban hirdettük meg az online verzióját,
arra is szép számú megoldás érkezett, illetve a Békéscsabai, vagy a Csabai Mérlegben, ugye a Békéscsabai önkormányzat két hetente megjelenő lapjában pedig egy háromfordulós játékot hirdettünk. Erre több mint 100 megoldás érkezett, ebből sajnos csak 27 lett jó, tehát 27 vett részt a sorsoláson. Herceg Tamás, a térség országgyűlési képviselője az eseményen hangsúlyozta, hogy mivel egyre több új kerékpárút épül Békéscsabán, különösen fontos, hogy minden kerékpáros tisztában legyen a szabályokkal a közlekedés során. De nem csak biciklizni kell tudni, hanem a szabályokat is ismerni kell. Egyre több kerékpárutunk van, azt reméljük, hogy egyre többen kerékpároznak is, még többen a mostani egyébként jó számadatokhoz képest. És ez a kvízjáték részben azt a célt is szolgálta, hogy népszerűsítse a kerékpározást, másrészt pedig szabályismeretre is tanít. A Békéscsabai Médiacentrum a közeljövőben is tervezi, hogy hasonló játékokra hívja a nézőket és az olvasókat. A katolikus templomok már kinyitottak Békéscsabán is, és várják a híveket a személyes találkozásokra. A református egyházközség egyelőre csak kisebb csoportos alkalmakkal készül, illetve folytatódnak az online közvetítések is. A Békéscsabai evangélikus egyházközség pedig május közepétől nyitja meg kapuit a gyülekezet előtt. A pandémia alatt a magyarországi egyházak istentiszteletei is javarészt átkerültek az online térbe, valamint a televízió képernyőjére. A 7.tv Támasz című sorozatában közvetítette a békéscsabai evangélikus, református és katolikus egyházak istentiszteleteit, illetve miséit. Most az egyházak képviselői is örülnek, hogy újra személyesen találkozhatnak a hívekkel a vasárnapi misén. Két hétig, amíg látjuk, hogy merre fejlődik ez a dolog, addig mi ilyen réteg alkalomnak nevezzük ezeket. Keddenként Biblia órával, csütörtökön pedig KT magyarázatos istentisztelettel várják a híveket, hangsúlyozta Marti Miklós református lelkipásztor. Az első két alkalmat online felületen tartják meg, ám a pünkösd előtti istentiszteleteket már jelenléttel tervezik. Tekintettel vagyunk azokra is, akik nem tudnak vagy nem mernek még jönni. Az online térben való jelenlétet azt úgy fogjuk megoldani, átalakítva, hogy most már nem a legnépszerűbb videó megosztó csatornán, hanem a legnépszerűbb szociális média felületen fogunk élő közvetítést tartani. Szigeti Antal katolikus plébános felidézte, hogy az egyház történelemben sem fordult elő olyan eset, hogy a hívek nem mentek volna vasárnapi misére. Nálunk katolikusoknál különösen erős hagyománya van a vasárnap megszentelésének, az úrnapját szenteld meg, tehát az, ha valaki nem jön vasárnap misére, az egyfajta bűntudatot fakaszt benne, most pedig hát ugye nem is lehetett jönni. Kutyai Pál evangélikus lelkész elmondta, hogy a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség május 16-án nyitja meg kapuit a templom látogatók előtt, ami vonatkozik a hétvégi és a hétközi alkalmaikra is. Kivéve a bibliaóránkat, az maradna még tovább online, ugyanis ott olyan generáció, vagy csak az a generáció, vagy inkább az a generáció jár bibliaórára, aki azért fokozottan veszélyeztetett. Az egyházak képviselői hozzátették, hogy az egészségügyi szabályokhoz és a törvénymódosításokhoz igazodva szervezik meg az ünnepi alkalmakat. Nem kedvezett a tavaszi időjárás a méhészeknek, fogalmazott az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Békés-megyei szaktanácsadója. Árgyelán János elmondta, hogy márciusban elfogyott a méhek élelme, ezért a gazdák gondoskodtak a táplálásukról. Ráadásul az április sem volt ideális, a fagyok nagyban károsították az akácfákat. Egyelőre nehéz megmondani, milyen lesz az idei szezon. A méhészek jelenleg a jobb időt várják, és azt, hogy megkezdődjön a hordás. A szaktanácsadó arról is beszélt, hogy a méhek nagy szerepet játszanak az ökológiában, ezért fontos évről évre felhívni rájuk a figyelmet. Minden év április 30-án emlékeznek meg a méhek munkájáról. Az egyesület rendezvényt idén nem tarthat, helyette egy kiadványt jelentetett meg. Ennek az a célja, hogy a nagy közönség, a fogyasztók számára tulajdonképpen a méhek munkáját bemutassuk, illetve
magát, a méhészeti termékeket, azok jótékony hatását, és nyilván pár méhész szerepel benne, aki a saját munkája által mutatja be, hogy hogyan is történik a méh családok gondozása, továbbá a méhek munkájának a gyümölcse, a méhész hogyan születik meg. A Békéscsabai Kölcsei utcai óvodában is újraindult az élet, a gyerekek visszatérhettek az intézménybe. Az óvodapedagógusok számos meglepetéssel készültek a kicsiknek. A Zöld Óvoda program részeként új veteményes kert, bogárhotel és katicafarm is várta a legkisebbeket. Nagyon vártuk már a gyerekeket, hiszen nagyon hiányoztak. Néhány gyermek, vagy néhány szülő igénybe vette az ügyeletet, tehát azért nyitva voltunk, de azért mégiscsak más, amikor körülöttünk nyüzsögnek a gyerekek. Az online jobbi mellett azért nagyon sok meglepetéssel készültek a kreatív óvodapedagógusok és Dajka nénik is. Az óvoda udvarán közel 70 éves fák sajnos gajazásra kerültek, illetve egy fától el kellett búcsúznunk, de az óvonénik kitalálták, hogy azért ne szedjük ki a tönköt, hanem akkor egy új élettel töltsük meg ezt a kivágott fát, és ebből a kis tönkből lett a manóvár, ami a háttérben is nagyon jól látszódik. Emellett kitalálták, mint Zöld Óvoda lévén, bogárhotelt készítettünk, katicafarmot, illetve elkészítettük Cserépcsillát és Cserépcsabit is a gyerekek nagy örömére, akik a bejáratnál várta őket. Új kezdeményezésünk szintén a Zöld Óvoda szemlélet keretében, ehető játszókertet létesítettünk. Az eredeti tervnek megfelelően elvileg a gyerekek ültették volna el a kis magocskákat, de mivel sajnos a járvány közbeszólt, így a ügyeskező óvodapedagógusok és Dajka nénik ültették el, és most már látni lehet, hogy kibújtak a kis maguk. A gyerekek meg reméljük, hogy nagy örömmel fogják ezt fogyasztani az uzsonna és a 10 órai mellé. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!